Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Szokott mostanában jönni olyan megérzéseitek, ami be is vált? Vagy felfedeztek valami új dolgokat magatokba, magatok körül? Mert hogy megváltozott sok minden, főleg a teremtőképességetek, és szép lassan előjönnek a képességek majd, de ez szerintem már folyamatos. Gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le Földön a kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszál, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett Földanyának. Üdvözöljük a belső Föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. És ez a finom energia belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a nagy napba. Gömböt kilép a fejtetőn. Atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon. Harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra. És újra itt van a szívtérben. És így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a Gyermek. Támaszd meg a gerincet, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé. Figyelj az energiákra, és figyelj a megérzéseidre. Kérem, kérek minden égi lényt, a Teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistus, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, Atlantiszi magar mágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízis, Teremtő Istenek, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a nagy fehér testvériség, csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén, belső gyermek vele született. Lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm.
drága univerzum, ég segítőink, és leírjuk azokat a frekvenciákat, rezgést, információt, mindazt, amire szükséged van. Szükséged van az itt és mostban. Figyelj magadba, és figyelj a körülötted lévő térre. Itt nagyon megváltozott már. Te egy egész más energia mezőben létezel, mint korábban. Már most sokkal több fényt fogadsz be. Majd megfigyelheted, hogy sokkal kevesebb élelmiszerre lesz szükséged. Itt a kristályos sejtszerkezet átalakítása már befejeződött. A napfényből sokkal több energiát tudsz a saját magad fenntartására fordítani. Hát még megvannak a régi beidegződések, hogy enni muszáj, és azt hiszed, hogy ugyanabban a ciklusokban ugyanannyi élelmiszert kell fogyasztanod, pedig ez már nagyon megváltozott. De ezt mindenki fogja látni a saját maga megtapasztalásában. Mert figyelj a megérzéseidre. Sokkal konkrétebbak lesznek. Már most azok. A tele, tele, tele. Mennyivel egyszerűbb lesz utazzunk a teleportálással? És abban együtt jön majd a telekinézis. Hiszen látnod kell, hogy hova érkezel meg. És a teremtésed szinte azonnal megvalósul a saját idősíkodon, a saját valóságodban.
És most kérdezz meg, hogy drága univerzum, égi segítőink, mi az, amit tudnom kell? Mi az, amit tudhatok? És figyelj a megérzéseidre, az intuíciódra. Hát időnként már nincs fátyol sem. De ez mindenkinek egyéni megtapasztalás. Egyedi utat jelz be. Ma este is igen mozgalmas lesz. Már az is igen mozgalmas.
bizsergés a lábadban. Ömlik befelé az energia. Figyeld meg a tenyereidet, tenyered közepét, hogy mennyivel tisztább és erőteljesebb az energia, amit most befogadsz, amivel dolgozol.
Na, kedveseim, áramoltassátok tovább az energiát, élvezzétek ezeket a magas frekvenciákat, és emelkedjetek. Namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rád!